1994 óta, április 27-e a Vakvezető Kutyák Világnapja, a Vakvezető Kutya Kiképző Iskolák Világszövetségének javaslatára. Vakvezető kutyák első iskoláját 1916-ban Németországban alapították. Magyarországon 1978 óta foglalkoznak ilyen ebek kiképzésével. Ezek a kutyák nagyon okosak, értelmesek, borzasztó gazdaszeretőek, szelídek, és megfelelni akarással van tele a lelkük. Nagyon fontos az, hogy az embert úgy fogadják el, mint falkatársat, és tudatában vannak ők azért általában annak, hogy a gazda tulajdonképpen rájuk szorult. Vakvezető kutyának az a kutya alkalmas, amelyik mindezen jó tulajdonságok mellett elég bátor is, ugyanakkor semmi agresszió nem lakozik benne. Ezért a Labrador Retriever, Golden Retriever és egy-két német juhász a legalkalmasabb erre. Dolgoztunk már nagyon eredményesen jó sikerült keverékekkel is, amelyeknek viszont nagyon komoly elővizsgálaton kell átesniük, hiszen nem ismerjük az előéletüket, nem ismerjük az őseiket, tehát itt nagyon oda kell figyelni. Ezért inkább a fajta tiszta kutyákat az előbb említett fajtákból szoktuk alkalmazni. Mennyi ideig tart egy ilyen kutyának a kiképzése, és mik azok a speciális feladatok, amiket meg kell tanulniuk? Körülbelül fél év, 9 hónap egy ilyen kutya kiképzése, 1 éves kortól kezdjük el. Az első számú legfontosabb feladat az, hogy meg kell tanulnia az úgynevezett méretkiterjesztést, tehát azt, hogy az ő méretei megváltoztak egy mellé állított ember méreteivel. Ezen túl csak olyan helyen mehet át, ahol együtt átférnek. Meg kell tanulnia bizonyos értelmes engedetlenséget. Tehát egy parancsnak néha nem szabad engedelmeskednie, hiszen akkor tekintettel a gazda fogyatékosságára veszélybe sodorhatja a gazdát, hogyha a szót fogad. Meg kell tanulnia megtalálni különböző objektumokat, így jármű megállókat, ajtókat, lépcsőket, különböző olyan helyeket, amelyek fontosak a gazda számára. Magyarországon a látássérültek mennyire veszik igénybe a kutyás segítséget, mekkora az igény erre? Pillanatnyilag tudomásunk szerint körülbelül 100-120 igényt regisztráltak. Ez nem olyan nagy szám ahhoz képest, hogy nagyjából 40 ezer látássérültről tudunk az országban. Viszont hozzá kell tenni azt, hogy a látássérülteknek nagyon nagy része időskorban veszíti el látását, vagy válik látásfogyatékossá, és egy idős embernek már sokkal nehezebb életformát változtatni, már pedig a kutyával való együttélés, vakvezető kutyával való közlekedés egyfajta megváltozott életformát is igényel. Főképp azok a fiatalok szoktak vakvezető kutyáért jelentkezni, akik túlteszik magukat azon a tragédián, amit jelent a látás elvesztése, és ők többre vágynak, teljes életet akarnak élni, egész emberek akarnak maradni, és ezért egy olyan segítséghez fordulnak, amely számukra mindenképpen biztosítja az önállóságot, a függetlenséget, meg tudják valósítani azokat az elképzeléseiket, hogy diplomát szerezzenek, hogy munkahelyet találjanak, munkába járjanak, családot alapítsanak, és ezt a családot el is tudják tartani. Ehhez nagyon komoly segítséget jelent a vakvezető kutya. Az egyik oldal az, hogy a kutya gazdája megtanulja azt, hogy hogyan kell ezzel az állattal együtt közlekedni. A másik oldal viszont a többi ember. Mennyire tudjuk, hogy hogyan lehet segíteni esetleg egy vakvezető kutyával közlekedő látássérült embert, illetve mi az, amiben tudunk segíteni, és mi az, amiben esetleg nem, vagy mi az, amit ne csináljunk semmiképpen, ha egy ilyen kutyával közlekedő embert látunk. Én azt hiszem, hogy elég hiányos még a propaganda ezzel kapcsolatban, de hát akkor használjuk ki ezt a lehetőséget, és hadd mondjam el, hogy egy vakvezető kutyával közlekedőt elsősorban informálni kell a helyzetéről. Például, hogy hol van, hogy milyen színű a lámpa, és meg kell kérdezni, hogy merre akar menni, hogyha őt azt látjuk, hogy bizonytalan, és akkor őt szóval lehet útba igazítani, hiszen attól kezdve, hogy ő tájékozódott a helyzetéről, attól kezdve már a kutyával együtt ő meg tudja oldani a problémát. Ha mégis olyan igény merül fel, hogy vezetést kér, akkor mindig a kutyával ellentétes oldalon karoljunk belé, akkor ő el fogja engedni a kutya vezetőhámját, és akkor attól kezdve a kutya, mint egy pórázon vezetett hétköznapi kutya fog működni egészen addig, amíg a látó kísérő el nem engedi a gazdát.
Említette, hogy financiális okai is vannak annak, hogy viszonylag kevés vakvezető kutya van ma Magyarországon. Mit jelent ez? Körülbelül mennyibe kerül egy ilyen kutyának a kiképzése? Nagyjából 1,5 millió forintba kerül egy kutya kiképzése. Pályázatokon néha napján 1 millió forintot lehet egy-egy kutya kiképzésére nyerni, de hát ez még eleve nem elegendő erre a feladatra, úgyhogy támogatásokból, cégek, magánszemélyek támogatásából tartjuk fenn az alapítványt, hiszen nagyon komoly költségei vannak az alapítványnak. Munkaerőket kell alkalmaznunk, és tudjuk, hogy manapság a munkaerő a legdrágább. Nem kapunk semmiféle kedvezményt a bérköltségek kapcsán, ugyanúgy fizetni kell az összes járulékot, mint bármilyen más gazdasági cégnek, annak ellenére, hogy abszolút non-profit cég, vagy non-profit szervezet vagyunk, ráadásul közhasznú. Talán jó lenne erre gondolni a törvényhozóknak, hogy az ilyen civil szervezeteket támogassák annyiban, hogy könnyítsék a járulékfizetési kötelezettségeiket. Úgyhogy elég komoly feladataink vannak abban, hogy szerezzünk megfelelő támogatást, megfelelő financiális bázist. Igyekszünk kihasználni azokat a fórumokat, ahol erre mód nyílik, például a mostani lehetőséget is, amelynek segítségével szeretnénk kérni támogatókat arra, hogy segítsék a munkánkat, és ezen keresztül azoknak az embereknek az életét tegyék könnyebbé, akiknek mi tudunk segíteni.